Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben sok magazinban. Gunyát Szoltán műsorvezető vagyok, és el kell, hogy mondjam a kedves nézőknek, hogy a legutóbbi adásunk óta zajlottak az események a megyei első osztályú csapatbajnokságban és az MB2 küzdelmeiben egyaránt. Először is az alacsonyabb szinten a megyei első osztályú csapatbajnokságról. A hetedik fordulóban az egyik legerősebb csapat, a Nyíregyházi Egyetem második csapata pihenős volt, szabadnapos volt. Minden fordulóban más is más csapat ül a pihenőpadon. Ennek következtében az élen álló NVSC második csapata tovább tudta növelni az előnyét. A kérdés csak az volt, hogy milyen arányban tudja növelni, hiszen jelentősebb előnnyel rendelkezett, vezette a tabellát. A az NVSC második csapata Balkányba látogatott, ahol bajnokesélyeshez méltó játékkal győzött, de, de hozzá kell tenni a de szócskát, a balkány ugyanis keményen ellenállt, egy partit meg is tudott nyerni, és több igen értékes döntetlennel bizonyította a tisztes helytállását. Tehát 7-3 arányban győzött az NVSC, amelynek köszönhetően a Nyíregyházi Egyetemmel szemben utca hosszal vezeti a bajnokságot, 13 13,5 pont előnyel, a következő fordulóban pont az NVSC fog szabadnapos lenni, így az előnye csökkenni fog. Kisvárda otthonában fogadta a nyírbátor csapatát. Érdekes küzdelemnek lehetünk a szemtanúi, tekintettel arra, hogy a korábban oly erős és eredményes kisvárda csapat az utóbbi fordulókban gyengélkedett. Nos, hazai pályán pont a Nyírbátor gyengelkedett, ugyanis Kisvárda magabiztos 7,5-2,5 arányú győzelmet tudott aratni a vendég Nyírbátori csapattal szemben. A vajai csapat, amelyik két debreceni vendégjátékosát is játszatni szokta, otthonában fogadta a bajnokság egyik éremesélyesét, a nyíregyházi Dávidot. A Dávidese Megdöbbentő, mondhatni kiütéses győzelmet aratott, köszönhetően annak is, hogy a vajaiak nem tudták csata sorba állítani két debreceni vendégjátékosukat, akik ugye magasan a legerősebb játékosok a vajai csapatban, és mivel mindenki feljebb tolódott, gyakorlatilag nem voltak egy súlycsoporban a Dáviddal, a Dávid csupán egyetlen döntetlen engedélyezett a vajának, 9 fél arányban tudta legyőzni a, a hazai csapatot. A Nyíregyház Egyetem harmadik csapata fehér gyarmatot fogadta hazai pályán. A Nyíregyház Egyetem harmadik csapata néhány idős rutinos nyugdíjas és sok ügyes fiatal játékosból áll. Nos, ez a csapat korábban gyengélkedett, de hogy az ifik, a gyerekek nőnek fel, egyre jobban, stabilabban játszanak, és igyekeztek minél több pontot szerezni fehér gyarmattal szemben. Fehér gyarmat a korábbi időszakban, korábbi években a gyengébb csapatok közé tartozott, sikerült azonban aktivizálnia néhány fehér elszármazott igen jó játékosát, és a csapat elején a, az első osztályú, illetve mesterjelölt sakkozók, Barta Gábor, Adorján Attila, Bíró Zsolt, tehát ezek az ügyes, kiváló játékosok igen eredményessé tették a fehér gyarmati csapatot. A papírforma nagyobb ö, méretű fehérgyarmati gyarmati győzelmet ö, jósolt. Az egyetemisták harmadik csapata azonban keményen ellenálltak, és 6 35 három fél arányban tudott csak győzni a fehér, a fehér gyarmat. Ezek után azt lehet összegezni, hogy magasan bajnok esélyes az NVSC második csapata, 54,5 ponttal vezeti 7 forduló után a tabellát, ami gyakorlatilag majdnem 8-2-es meccsátlagot jelent. Borítékolható, hogy az NVSC második csapat feljut az MB2-be. A második helyen áll a Nyíregyház Egyetem csapata, 13 és fél pont hátránya, 41 ponttal, viszont ők már voltak pihenősök. harmadik helyen áll a Dávid SC kiváló csapata, 36 és fél ponttal. A negyedik, ötödik helyen pedig Holt versenyben áll Fehérgyarmat és Kisvárda. Őket követi hatodik helyen a Nyíregyház a Egyetem harmadik csapata 10 pont hátrányjal, 21 ponttal. Tehát itt már meglehetősen szétszakadt az NVSC és az őt követő csapatok köz, ö, mögött a mezőny. Bajnoki fordulóra került sor február elején az NB2 küzdelmeiben is megyénk három csapatából kettő éppen egymással mérkőzött meg, a Nyíregyházi Egyetem első csapata mérkőzött meg a Tiszavasvárival. Az egyetemisták hazai pályán a megyeháza dísztermében fogadhatták a Tiszavasváriakat. A két csapat mérkőzését megelőző esélylatolgatások hazai sikert jósoltak. Ez be is következett, ugyanis az egyetemisták 7 és és arányban tudták legyőzni Tiszavasvári csapatát. Ezzel 5. helyen áll a Nyíregyházi Egyetem, és 11. helyen áll a Tiszavasvári csapata. A fordulóban a fordulót megelőzően első helyen állt a Szirma Besenyő csapata, második helyen az NVSC, viszont az NVSC már volt pihenős, ebben a fordulóban pedig a Szirma az élenálló Szirma Besenyő volt pihenős. Amennyiben az NVSC három potnál többet szerez, akkor a mezőny élére áll. Nos, ez így is történt. Az NVSC csapata Debrecenbe látogatott, a debreceni sakkiskolával mérkőzött meg. A Debreceni sakkiskolának két csapata is van, egy nagy csapata az NB1B-ben, és egy kisebbik csapata az NB2-ben. Az NB2-es csapattal mérkőzött meg az NVSC válogatottja, és hát hogy fogalmazok, úgy megfelelő arányban győzte le a Debreceni sakkiskolát, 8-4 arányban, ezzel az NVSC 5 ponttal vezeti a tabellát. Az NVSC-nek 55 pontja van, a második helyen álló Szirma Besenyő 50 ponttal rendelkezik, mindketten voltak már pihenősök, a harmadik helyen Hajdú csapata áll, 49 49,5 ponttal, viszont ők még nem voltak pihenősök, és őket követik a debreceni sakbarátok, amelyel a következő fordulóban pont az NVSC fog megmérkőzni, és remélhetőleg győzni fog. A bajnoki tabellán tehát azt jósolhatjuk, hogy az NVSC csapata megnyeri az nb 2 t a nagy csapata, az első csapata feljut az nb 1 b be míg a második csapata a megyei első osztályú csapatbajnokság megnyerését követően kerülhet az MB2-be. Röviden ennyi történt, kedves nézőink, a megyei és nemzeti csapatbajnokság különböző fordulóiban, és most a sok történelem a nagymester boszorkánykonyhák bizonyos titkaiba szeretném a kedves nézőket beavatni, már amennyire tőlem csekélyebb saktudásomtól lesz kitelik. A nagymesterek partiaiból, nagymesterek és mesterek partiaiból tudjuk megállapítani, hogy éppen hol tart a megnyitás elmélet, a sakk megnyitás elmélete, ugyanis a meghatározó játékosok bizonyos ötleteket kidolgozva megjátszva tudják megújítani a megnyitás elméletet. Miről is van szó? Tehát arról, hogy a sakkozás legjobbjai, a mesterek és a nagymesterek mindig igyekeznek a megnyitás elméletben akkor legjobbnak talált változatokat felülvizsgálni, megújítani, új ötleteket felmelegíteni, és ezzel új irányt tudnak szabni egy-egy változat, egy-egy védelem, egy-egy megnyitás egy-egy rendszerének a történetében. Azt szokták mondani, hogy a világklasszisok a legnagyobbak szoktak lenni névadók, ötletadók ö, a megnyitás elmélet fejlődéséhez. Így is van ez. Ö, hozzá kell tenni, hogy nem mindig a legnagyobbak találják ki, hanem meglátnak ismeretlen mesterek partiaiban egy-egy lehetőséget, egy-egy ötletet, és ö, azt kidolgozzák és népszerűsítik, és a az adott változat pont róluk kerül elnevezésre. Például a Grünfeld védelemben van egy, egy olyan rendszer, amit magyar változatnak neveznek. Noha ismereteim szerint egy Szentpétervári versenyen több mint 50 évvel ezelőtt játszották meg mesterpartiban azt az adott ötletet, változatot, de mégis azért nevezik magyar változatnak, mert a legjobb magyar nagymesterek, Adorján András és társai dolgozták ki, és népszerűsítették, és játszották a legmagasabb szinten ezt az adott rendszert, és pont miattuk nevezték el magyar változatnak. Most a kedves nézőket a, szintén a Grünfeld védelembe invitálom, de egy másik rendszerről van szó. Korábbi adása nem egy partit mutattunk már be a Grünfeld Védelem Centrum képző rendszerében, most egy másik rendszerbe ö, invitálom a kedves nézőket. 1983-ban járunk Hollandiában, a Hilversumban, a Holland bajnokságban, ahol a, az akkori sakvilág egyik legjobbja ö, Jan Timman ö, vezeti a sötét figurákat, a, vilá, a világos pedig Hans Böhm. Ö, viszonylag kevésé ismert holland ö, nagymester. Tehát D4-jel nyitott bőm, amire huszár F6-ot húzott timman, C4, G6, huszár C3 és D5 korábbi adásainkban bemutatott centrumképző rendszereknél elmondtam, hogy ugye ez a, a Grünfeld védelemnek az alapállása, amikor megjelent a Grünfeld védelem a megnyitás elméletben és a mester gyakorlatban, itt c 4 d 5 d 5 N4-25C3, 5C3-mal a a centrumképző rendszer került általában terítékre. Nos, a centrumképző rendszerben kezdetekben, jó száz évvel ezelőtt úgy gondolták a sakkozók, hogy világos a szilárd gyalogcentrum miatt előnyben van. A verseny gyakorlat azonban azt igazolta, hogy előnyről nincsen szó, mivel sötét állásában nincsen gyengeség, és eredményesen tudja támadni a későbbiekben a szilárdnak tűnő világos gyalogcentrumot. A későbbiekben, amikor kiderült, hogy a centrumképző rendszer valójában mégsem egy nyerő változat, tehát nem egy csodafegyver, elkezdték a mesterek, nagymesterek kutatni, hogy hogyan lehetne a későbbiekben megerősíteni világosnak a játékát. Hát kidolgoztak egy másik rendszert is, itt most a futó F4-es rendszert választotta Bőm nagymester, tehát futó F4 következett amire természetesen futó G7. Megjegyzem, hogy itt most lehetősége lett volna egy gyalogot nyerni világosnak, az üddéjöt, 5 huszár üdd 5 huszár üdd 5 vezér üdd 5 futó üdd C7-tel, ez azonban kétes értékű lehetett volna, hiszen azért az áldozott gyalog előnyért, az áldozott gyalogért nagyon nagy előnyt, fejlődési előnyt kaphat ö, sötét. Márpedig egy timan ö, ellen, tehát egy, egy világ harmadik, negyedik legjobb játékosa ellen nem igazán életbiztosítás egy ilyen állást vállalni, ezért ugye a rendszer ö, kitalálói, kidolgozói, Ö, azt látták, hogy célszerű biztosítani a világosnak a centrumot, e három lépés következett. Ennek a, 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 az értelme az, hogy ö, ugye biztosítjuk, sziládon tartjuk a centrumot, szeretnénk felvonulni világossal a C vonalon, hogy ne tudjon jól jönni a Grünfeld védelemben tematikus C5 ellenlökés, ö, Világos E3 lépésére azonban mégiscsak jöhet C5, tehát C7, C5. Ö, semmit nem ad tulajdonképpen a C4-5-D5 lépés, hanem D4-5-C5 a fő folytatás. Szeretném a kedves nézők figyelmét felhívni, ugye, hogy a többször tárgyaltuk már a Grünfeld védelemben Sötétnek egyik igen fontos terve, igen fontos tényezője a felépítésben a G7 futó a nagy átlón léte, tehát az A1-H8 átlónban Sötétnek a sötét mezelyű futója, és ez egy örök fenyegetés lehet. A C5 is pontosan arról szól, hogy a D4 gyalogot eltávolítsa is későbbiekben jól lehessen feltárni a futónak az átlóját. Nos, a gyalogütésre sötét vezér A5-öt lépett, amire világosnak lehetősége van egy gyalogot nyerni. Korábban egyébként úgy tartották, hogy sötétnek el kell sáncolni, mielőtt így akcióba lép, de hát Timman igazolni tudja a partiban is, hogy fölösleges idő előtt elsáncolni, pontosabb, hogyha korábban akcióban lépünk a C5 gyalogcentrum támadással. Tehát itt most megjátszható a C4 üt D5, majd Huszár F6 E4 és erős nyomás a C3 ponton, tehát 5 D5, Huszár E4, és későbbiekben pedig Későbbiekben pedig szétütik világos állását a C3 ponton. Egy nagyon bonyolult állásról van szó, amit nem tudok bemutatni a kedves nézőknek részleteiben, hiszen viszonylag korlátozott a műsornak az ideje ez egy. Egy másfél órás nagy elemzésnek volna csupán a tárgya, csak annyit mondanék el, hogy Max ex-világbajnok annak idején kimutatta az állásnak a rejtelmeit, és ezért nyilván nem is választja Bőm nagymester a gyalogöd D5 változatot, hanem vezér A4-et húz. Hiszen egy két-három évvel korábban játszott Bőm, Schmidt nagymesterek közötti partiban Bőm előnybe került, és úgy gondolja, hogy a Schmidt nagymester elleni partiban megjátszottak, irányadók lesznek maga Timman ellen is. Tehát itt most kötelező a vezércsere, vezér után így, vezér után, ö, huszár után így, és látható most, hogy ugye a 20 A4-ről óvja a B2 pontot, tehát egyelőre be van tömve a felszabaduló G7 futónak az átlója, és sötét, legjobb lépése Huszár E4. Nem foglalkozik azzal, hogy leüthető a D5 gyalog is, csak az iskolás fiúk számolják a gyalogokat, mondta egyszer Korcsnoly nagymester, szóval itt sokkal fontosabb dologról van szó. Futóüt B8. Szeretné befejezni a fejlődést ö, ö, világos, és futóüt B8-al tulajdonképpen úgy tűnik, hogy mozgásra kényszeríti az A8 bástyát, és ha a bástja lépett, akkor már hosszúra sáncolni nem lehet, az esetleg később kinyíló D vonalat nem lehet sötétnek hosszú sánccal megszerezni. Ez lehetett a futóüt B8-nak az ötlete. Na most itt Básteüt B8 a továbbiakban világos előnyét adná, és itt van Timman nagymesternek a megnyitás elméleti újítás, ami akkor úgy tudom újdonságnak számított, futó D7. Tehát nem üti vissza, nem érdekli a hátrány, hanem sokkal fontosabb az, hogy a, az A1-H8 átlót B2 ponton őrző huszát támadja, azt kísérelje meg eltávolítani, és ö, ö, együttműködve a két futó és az enégen álló huszár tulajdonképpen lerohanja a, vezér, a vezérszárnyon világost. Világos, a, mondhatni a legjobbat lépte, F3 szeretné id, ö, még ideje korán elzavarni az enére befészkelődött lovat. F3 tehát, és itt most választhat. Ö, választhat ö, sötét, hogy mit lépjen, a huszárral visszavonuljon pedig, vagy pedig üsse az A4 huszárt. Természetesen üti az A4 huszárt, futóüt A4, amire ütheti a lovat világos, gyalogüt E4. Na most, ha népszámlálást tartunk, abban az esetben láthatjuk, hogy világosnak van egy tisztelőnye, egy tisztforja, és ha azt a futót ott B8-on sötét leütni, abban az esetben Bástya üt A üt B8-ra, gyalog C4 üt D5 következhetne, és tulajdonképpen rendkívül erős gyalogcentruma van, két gyalog forja van világosnak, erős gyalogcentrummal, és ha konszolidálja az állását, akkor térelőnyel és egy gyalog előnyel láthat neki a továbbiaknak. Itt következik azonban a tisztáldozat, gyalogüt C4. Tehát nem üti vissza Timman a tisztet, hanem azt mondja, hogy megfuttatja a C4-re kerülő gyalogot. Most fenyeget ugye, hogy futóüt B2, majd C4, C3, tehát a D5-ről C4-re kerülő gyalog mozgási szabadsága legalább egy tisztet ér sötét számára. Na most milyen folytatás állhat a rendelkezésére a világos figurákat vezérlő nagymesternek? Ha futóüt C4, akkor, akkor meglehetősen sok probléma előtt állunk, hiszen akkor ugye vissza lehet nyerni a, a futót, a gyalogot, például futóüt C4 lehet futóüt B2, és ha Bástya B1, akkor futó C3, sak majd Bástya üt B8, tehát visszaállítja tulajdonképpen a, az anyagi egyensúlyt majdnem teljes egészében sötét, és annyira szétszakadt, szétöredezett a világos állás, hogy technika kérdése már csupán megnyerni azt. Ezért világosnak azt kell eldöntenie, hogy hogy menekül vissza a futóval, igyekszik ugye a a tisztelőnyét megőrizni, és hogyan tudja akadályozni a továbbiakban ö, sötétnek a fejlődését. Na most ö, az imént említettem, ugye, hogy a futóüt B8 talán annak is lehetett a, a következménye, hogy szeretné kiprovokálni világos az A8 bástya lépését, tehát hosszú sánccal ne szerezhesse meg a D vonalat sötét. Ha most futó G3 következne, akkor jöhetne futó B2, bástya, A1, majd C3, és az a C gyalog az rendkívül erőssé válik, illetve következhetne a hosszú sánc, aminek következtében már jó helyen állna sötétnek a bástyája. Ezért egy olyan lépést tett világos, amely a hosszú sánc megakadályozását jelentette, futó C7. Tehát ugye a sakkal a futó által ellenőrzött mező nem ugorhat át a király, tehát nem lehet a hosszú sánc. Ezért kénytelen bástya C8-at lépni, és ez még, ez még, talán egy jó ötlet volt világostól, hogy megakadályozta a hosszú sáncot, mert később a rövid sánc és a, a H8 F8-a kerülő Bástya játékba hozatalával még tempót is kell adnia a sötétnek. Ezek után lépett vissza a futóval G3-ra világos, majd következett a futó játék a nagy átlón, futó üt B2. Bástya B1 természetesen, máshová nem léphet különben elveszti a minőséget, Bástya B1, C3, és itt már látható a minőségnyerés, mivel, mivel az a C gyalog az tisztet ér, következett futó D3. Ha most C2 következne, akkor futó C2, futó C2, bástya B2-vel tulajdonképpen világosán a nyerésre, de jön tempóval a C vonalon a sötét bástya, bástya üt C5 ezek után már nincs mit tenni, recseg, ropog az állás, minőséget kell áldozni, tehát visszaadni a tisztet, illetve bástyát adni az áldozott tisztért. Huszár E2, az a gyalog ugyanis rendkívüli erővel jön, Huszár E2, amely ellenőrzés alá vonja a C1 mezőt. C2 következik és itt már ugye nem érdemes megjátszani a futóüt B2-t, mert arra bástya C, C2-t, mert arra bástya üt C2 következne, hanem bástya üt B2 volt még a kisebbik rossz, bástya üt B2, egy további tisznyeréssel, amire C1 vezér, huszárüt C1, Bástya üt C1, Király F2, és Bástya üt H1. Bástya üt B7 következett, és akkor most itt, hogyha egyenleget vonunk, akkor azt látjuk, hogy minőség hátránya van világosnak, viszont veszíteni fog egy további gyalogot is, hiszen most már mozgósítania kell a királyát rövid sánccal, amire világos leütheti az E7 gyalogot. Következett bástya D1, bástya üt A7, bástya D2 közbeiktatás, király E1, bástya üt D3, bástya üt A4 és bástya C8. Király E2-re a bástya visszavonult D8-ra, jött A3, bástya A8, az ötlet ugyanis az, hogy le kell cserélni a bástyákat, és a két gyalog előnyel bíró világos nem tudja kitartani az állást a, a futóval szemben. Bástya üt A8, bástya üt A8, futó D6, F6, és most már a király is jöhet. Bást ö, futó B4, és jön a király F7, király D3, király D3, király E6, H3 és H5. Ezzel megállítjuk most már a gyalog előre gyalogelőrenyomulás lehetőségét is, a király elindul visszafelé, király E2, bástya. C8, mégpedig a C3 mezőt kell ellenőrizni, hogy a király jöhessen E5-re fenyegetve az E4 gyalogot. Király F3, bástya C4, futó E1. Tehát itt már nem, nem nagyon lehet megakadályozni, hogy a király E5-re lépjen, de most még megindul G5-re, nehogy játékba avatkozzon. H4-en az a futó, futó A5, király E5, Futó E1, bástyaüt E4, és ezek után már a további játék tulajdonképpen már nem sok jelentőséggel bír. Világos még beadta a futó C3 sakkot, amire király. F5 következett, és itt már én azt hiszem, hogy fölösleges a parti további befejezését nézni, hiszen innentől kezdve a nyerés már igazán technika kérdése is, egy másodosztályú játékos is biztos kezekkel tudná győzelemre vezetni a sötét figurákat. Még eltartott a küzdelem, mint egy 15 lépésen keresztül, végül Timman nagymester megnyerte ezt a partit. Kedves nézőink, a partiban tehát azt láthattuk, hogy egy korábban ismert megnyitási változatban egy újszerű lépést, ötletet, egy tisztáldozatos ötletet megvalósítva újíthattuk meg, illetve újíthatta meg maga Timman a, a megnyitás és utalmul gyönyörű partit nyert, amiben igazán nem sajnálta az anyagot áldozott tisztet, áldozott, gyalogot, sok mindent. A parti végeztével el kell, hogy búcsúzzak a kedves nézőktől, elfogyott a műsoridőnk. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!